Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy hogyan tudunk a helikobaktertől és a fekélytől megszabadulni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A helikobakter vagy H. pylori lúgosabb gyomorkörnyezetben tud elszaporodni, tehát ha megfelelően erős a gyomorsavunk, képtelen életben maradni. A gyomornak természetes egészséges állapotában erősen savasnak kell lennie, majdnem olyan erősnek, mint a sósavnak, ahhoz, hogy elpusztítsa a nem kívánatos baktériumokat. Tehát amikor már elszaporodik a helikobakterünk, a gyomor ebből az ideálisan erősen savas állapotból jócskán elmozdul a lúgosabb irányba. A legnagyobb probléma a helikobakterrel, hogy lyukat fúr a gyomorfalba, amit fekének nevezünk. A gyomorfekély egy súlyos probléma. A helikobakter tünetei a nyomás a gyomor felső részén, a túlzott felbefögés, a gyomorgörcsök, a puffadás, a keserű íz a szájban, a nehéz emésztés és a folyamatos késztetés, hogy együnk valamit. A gyomorfekélyre jellemző, hogy a fájdalom étkezés után megszűnik, majd a gyomor kiürülésének előrehaladtával fokozatosan visszatér. A problémát három nagyobb lépésben tudjuk megoldani. Az első a baktérium elpusztítása és a fekély, ha van regenerálása, a második az idegrendszer és a mellékvesék normalizálása, a harmadik pedig a gyomor visszasavasítása. Nézzük meg első lépésben a legfontosabb ételeket és kiegészítő táplálékokat. Az első esetben leghatékonyabb a gyomorfekély ellen a káposzta. Minden lehetséges formában együk, ígyük a káposztát, például készítettünk belőle otthon turmixot, vagy ehetünk sózott, reszelt káposztát. Jól rágjuk meg, mielőtt lenyeljük. Bármelyik káposzta fajta jó, a lényeg, hogy ne tegyük ki hőnek. A káposztában elsősorban a glukozinolátok segítik a fekély regenerálódását, melyek közül a legjelentősebb és ismert a szulforafán, amit kapszula formában is alkalmazhatunk még pluszban. A káposztát támogassuk meg további zöld tápanyagokkal, amelyeknek magas a klorofil tartalma, így például klorella algával, búzafűlével, illetve csírákkal, például káposzta és brokkoli csírával is. Ne féljünk a mennyiségektől. A második nagy segítség a kezünkben a manukaméz, ami mind a helikobakter megsemmisítéséhez használható, mind a fekély regenerálásához. Ugye a fekély egy seb, manuka méz, ahogy külsőleg, úgy belsőleg is képes regenerálni a gyomorban vagy a nyombélben a sebet. Nem olyan súlyos esetben elegendő lehet a 300 mg feletti manuka méz, de régóta fennáll a problémára inkább az 500 mg felettieket fogyasszuk, alkalmazzuk. A manuka mézet lehet együtt alkalmazni antibiotikummal is, felerősíti az antibiotikumok hatásait. Ha fekélyünk is van, cinket fontos még pótolni, fekélyre a legjobb a cink karnozin, de a többi cinkfajta is megfelelő lehet. És végül a kefirt érdemes még bevetni ebben a fázisban, a napi szintű kefir fogyasztással megerősíthetjük az emésztőrendszerben a hasznos baktériumokat, hogy fokozatosan kiszorítsák a nem kívánatosokat, például a helikobaktert. Ez az első fázis, tehát a helikobakter meggyengítése és a fekély regenerálása eltarthat súlyos esetben akár egy hónapig is. Második lépésben, még mielőtt a visszasavasításba vágnánk, fontos foglalkozni a stresszel, az idegrendszerrel és a mellékvesékkel is. Ezt a második lépést már akár mindjárt az elsővel egy időben el lehet kezdeni. A helikobakter elszaporodásához és a fekély kialakulásához szinte minden embernél nagyban hozzájárul a sok stressz, ami jöhet ugye kívülről, például stresszes munkahely, vagy fakadhat a sok belső aggodalomból is. A sok stressz és a kevés alvás miatt a paraszimpatikus idegrendszer fő egysége, a vágusz ideg kimerül. Erről készítettem korábban egy videót, javaslom megtekinteni. A stressz mérsékléséhez először is változtatni kell a környezeten és a gondolkodáson, tehát azon, ami a stresszünket, az aggodalmunkat, a szorongást okozza az életünkben. Itt ebben a második lépésben a legfontosabb pótolandó mikrotápanyag a B1 vitamin, amit bevihetünk kapszulával és sörélesztővel is. A B1 kapszulából akár napi 4-5 darabot is bevihetünk, a sörélesztőpehelyből pedig akár napi 4-5 evőkanálnyit. A B1 könnyen ürül, nem kell félni tőle.
A vágasz idegnek és a paraszimpatikus idegrendszernek nagy támogatást adhatunk a tiszta méhpempővel is, mivel természetes formában tartalmaz acetilkolint, ami az idegrendszer fő idegi ingerület átvívő anyaga. Reggel és este is vigyünk be a méhpempőből 1-1 grammot, 60 kg-os testsúly alatt elegendő lehet fél-fél gramm is. Ha nem bírja a gyomor önmagában, keverjük mézbe és úgy fogyasszuk. A mellékvességnek nagyon fontos a C-vitamin és az állati fehérje, illetve zsír is. A harmadik lépés pedig a visszasavasítás, miután a fekély regenerálódott és a helikobakter kellő mértékben meggyengült. A visszasavasítás az a két fő fegyver a kezünkben, a betainhidroklorid és az almaecet. A betainhidroklorid lassan fejti ki a hatásait, de kíméletesen, és nyugodtan szedhetünk belőle is nagyobb mennyiségeket. Az almaecetet folyadék és kapszula formában is lehet alkalmazni, étkezések előtt, vagy közben, vagy utána vigyük be. A gyomorsav erősítéséhez elengedhetetlen a böjtölés, például az időszakos böjtölés, mert a nemevés időszakában tud a gyomorsav a legjobban koncentrálódni, azaz savasodni, erősödni. Nagyon fontos a gyomorsav termelődéséhez a só is, ugye sózzuk megfelelően az ételeket, nyugodtan emelhetjük a só bevitelt, a lényeg, hogy nátrium klorid legyen, például tengeri só. Itt ebben az utolsó fázisban bevezethetjük erjesztett zöldségeket is, például a savanyú káposztát, ugye az erősen lúgosító ételeket, amelyek nagyon zöldek, például a klorella vagy a búzafülé, azokat érdemes elhagyni vagy csökkenteni a mennyiségüket, és majd egy későbbi fázisban újra fogyasztani őket. Ugye amikor már a savunk kellően erős lett és kialakult az egyensúly a gyomorban. Ahhoz, hogy az emésztésünk és az egész anyagcserénk megfelelő legyen, szükségünk van nyomelemekre és káliumra is. Az emésztő enzimek előállításához nyomelemekre van szükség, cink, réz, mangán, króm, jód, szelén, stb. A kálium pedig a gyomorsavat előállító hidrogén-kálium pumpa működtetéséhez szükséges. A kálium és a nyomelemek pótlásához ajánlom figyelmetbe az elektronik italport. Következő videónak pedig javaslom azokat megtekinteni, amelyet a gyomorsavval kapcsolatban készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted, ha tetszett, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!